Az Ultra Balaton 2021-ben rekordot döntött. Több mint 16 ezeren várták a rajtpisztoly eldördülését Balatonfüreden. Volt ki egyénileg, volt ki váltóban, volt aki futva, és volt aki kerékpáron tette meg a 216 kilométeres távot. Tolna megyéből is számtalan induló volt. A paksi tájfutók nem először vágtak neki a Balatonkörnek. 216 kilométert tettünk meg a Balaton körül. Ezt nagyon gyorsan teljesítette a csapat, mert 4 perc 20 másodperces átlag sebességgel teljesítették. Tavaly indultam én is az Ultra Balatonon, de idén csak kísérőként tudtam segíteni a csapatot. Én sofőr szerepben tetszelektem idén, de így is próbáltam minél jobban segíteni a csapatot, mint szervezésben, és akkor, hogy A-ból B-be úgy eljutassam az adott futókat. Több korábbi évben is indultunk, minden évben dobogóra sikerült állni, de ez a második hely ez most nagyon, nagyon fényes volt, mert nagyon, tehát több mint egy órát sikerült javítani a tavalyi időnkön. Kis Gábor csapatvezető, Böröc Ildikó, Gábor Anita, Korcsok Pál, Kovács Kira, Nagy Péter, Hán Máriusz és Balog Zsolt alkották az ezüstérmes csapatot. Most idén másodszorra ért a megtiszteltetés, hogy részt vehettem abban a 8 fős csapatban, amelyik elindult a 15. NN Ultra Balaton versenyen. Hát a megmérettetés az egy igazán egy embert próbáló feladat volt, mind végigcsinálni az összes szakasz, maga a csapattal az összedolgozni, és egyáltalán végigcsinálni ezt a Közép-Európában elég hírhett versenyen, ugye nemzetközi versenynek számít, több külföldi induló is volt. A felkészülés az mindenki nagyjából egyénileg, viszont ugye a heti 2 edzés keretei között volt lehetőségünk szervezetten és tudatosan készülni, de mindemellett mindenkinek egyedileg meg volt az edzésterve. A tavalyi szintidőnkhöz képest több mint egy órát tudtunk hozni, 15 óra 31 perc alatt sikerült körbeérnünk. Ez a 8 futóra oszlott el, nagyjából egyforma teljesítményben, ugye a szintekkel és a távval is számolva. Jelenleg az éjszakai országos bajnokságra és az őszi Spartacus kupára készülnek a paksi tájfutók.